Drága testvére, kedves barátaink, az egész Kárpát-medencében, ami, ami hatalmas. Kárpátokon innen, Kárpátokon túl, rengeteg magyar testvérünk él, és dicsőíti az Urat ma este, akármilyen szél van, akármilyen vihar van, akár égeső van, akár földrengés van, mint nemrég Zágrába volt. Sok-sok testvérünk jelezte, hogy biztonságban van, és nem történt baj velük, nem görbült meg a hajuk szála de bármi van, mi egyet tehetünk. És ez a mi elhívásunk, mint ez az a nap, mint egyének, nekem, mint Viktornak, neki, mint Lacinak, és bárkinek, aki itt van velünk ebbe a terembe most, hogy dicsőítsük az élő Jézus Krisztust. És nagyon sokat gondolkozunk a napokba, hogy mennyire érdemes folytatni ezt a folyamatot, hogy Próbáljuk zenész barátaimtól ezt az áldozatot elvárni, hogy jöjjenek föl, ha csak ketten, és nem egész zenekarok, vagy egyszer gitárral valaki. És az erősödik meg bennünk, hogy igazából nem a helyzetre akarunk hatni abban a formában, ahogy sokan mások, hanem egyszerűen fölfele irányítjuk a tekintetünket, és mi azért jövünk össze, hogy őt dicsőítsük. Tele van információval, olyan mértékben ma az egész ország, az egész világ. Gondolta volna valaki, hogy egyszer csak az egész földbolygó ugyanarról fog beszélni rossz értelemben? De van egy másik oldala ennek az érmének, mint ahogy szokták mondani, hogy minden érmének két oldala van. Van egy másik oldala. Nagyon sok érmének a másik oldalán egy király van. Van egy szám, amit hallunk nap mint nap, borzalmas számokat hallunk, olyan számokat, amit nem lehetne egy érmére ráírni. Így mennek, valaki mondja, ott a képernyő felén a híradóba hány beteg, hány halott, hány fertőzött, pici száma gyógyult, óriási a tesztelés, és közben ezek a számok még scrollba is futnak alul, ott is még. És aki estére azt mondod, hogy milliók, de van az érmének egy másik oldalán, sokszor egy-egy király van, vagy egy uralkodó. És az érme másik oldalán, Nak a mennyei érmének ott van egy igazi király, ki az életét adta érted, és ura a helyzetnek, szeretnénk újra elmondani, és ezért érdemes összejönni itt ezen a csodálatos Dunán, ezen a nagyszerű hajón, hogy elmondjuk, hogy van reménység, és Jézus ura a helyzetnek, látja a problémánkat, van is egy kép esetleg, itt a kollégák beteszik, ahogy a keresztről egy ilyen kis csatornán át árad nem csak a kegyelem, hanem ilyen infúzión keresztül a földre fut be a, a Jézusnak a kegyelme, és a vérén keresztül infúzión van a föld most. A föld ül egy fotelban, és egész egyszerűen elkeseredetten néz fölfele a keresztre. Lehet, hogy láttátok már ezt a képet valahol. Hát ez a valóság most hogy infúzióra vagyunk kötve. Csak kérdés, hogy megtaláljuk-e a véráramlatba azt, hogy pontosan hova kell figyelnünk, és kinek a vére az, aki tényleg felszabadít és megszabadít minket, és életet fog adni. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ilyen sokan nézitek, és ennyi visszajelzést kapunk, sok-sok ezer jelzést azzal kapcsolatosan, hogy, hogy ez a hétfő este számotokra egy reménység, valójában egy reménység este. És igen, szóljatok a másik szobában még nyugodtan menjetek oda, kopogjatok be a gyerkőcnek, vagy szóljatok a szülőknek, hogy, hogy gyertek ide a képernyő elé, a telefon elé, laptop elé, okos tévé elé, vagy kevésbé okos tévé elé, hogy ez a dicséret, ami hatol át erről a kis néhány négyzetméterről, tényleg körbejárja az egész ö, környező országok magyar lakta területeit is, és együtt tudunk Isten elé állni. A bátorítás azt hiszem a legnagyobb lényege, a legfontosabb része ezeknek az estéknek, és ezt mind meg tudjuk tapasztalni, mind pedig néhány igét felszoktunk olvasni, és nagyon vágyakozom arra mindig, hogy mi az a kis igevers, vagy az a néhány igevers, amit, amit megoszthatok veletek, és hadd mondjak el most az Izsajás próféta, vagy Izajás próféta könyvéből néhány verset, amik nagyon-nagyon szíven találtak. Egyszerűen az Isten igéje úgy üzen ezekben a napokban, ahogy úgy érzem, hogy én legalábbis ezekben az elmúlt évtizedeimben, amióta követem őt, nem tapasztaltam meg, és hadd kezdjem az Ézsajás 25. 25.8-al. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könyhullatást minden orcáról, és népegyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólt. Következő idézet is csodálatos számomra, Ézsajász 44. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászáljon, és legyen az egyenletlen egyenessé és a bércek rónává, és megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. És Izajás 26 20, aki tudja, jegyzetelje fel bátran, és vegye elő, olvassa el az elejét, végét, még egészítse ki magának bátran az előző verset, szakokból, mert profétikus üzenetek ezek, én úgy gondolom. Indulj népem, menj be szobádba, zárd be magadra az ajtót, rejtőzzel egy rövid pillanatra, még el nem múlik a harag. Ezt mondja az iz Izajás próféta 26-20-ban. És azt hiszem, hogy különleges elhívásunk van most, mert a körülöttünk lévő emberekben a reménytelenség biztos, hogy jóval nagyobb. Megpróbáljuk elhumorizálni néha. Néha már menekülök a videóktól, amiben vagy viccet űzünk dolgokból, vagy pedig olyan mértékben a drámai dolgok vannak fókuszba helyezve, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a békességet és egyensúlyt, ami, ami kellene, hogy elérjen minket nap, mint nap. És azt gondolom, hogy ezt az egyensúlyt és békességet csak föntről a Szentlélek által kaphatjuk meg. Szeretnék egy olyan képet is bemutatni, ahol egy csüggett fiú ül valahol egy hegytetőn, és egyszerűen most lehet, hogy sokan magányosnak érzik magukat, de úgy gondolom, hogy mindannyian templomok vagyunk, és mindannyiunknak van szívünk, amit oda tudunk adni és meg tudunk osztani mások felé. És most mi nem e, úgy vagyunk egyház, ahogy eddig, nem úgy vagyunk hívők, ahogy eddig. Egyszerűen tulajdonképpen az egyház jelentem bezárt. Hol, hol van? El tud valaki menni, mert senki nem tud elmenni sehova per pillanat. Egyszerűen van egy olyan ö, pauza most, ami lehet, hogy hónapokig tart. Lehet, hogy olyan ö, ideig tart, amivel nem számolunk. De az egyház felélet jelentem, és te vagy az most, akinek nem magányosan magába kell roskadni és a saját problémáival foglalkozni, hanem előre menni, ahogy az írás mondja, hogy a tested a Szentlélek temploma. Mi váltunk most templommá? Az ajtók zárva vannak a kulcsok jó messzire el vannak dugva, és adatott egy kegyelmi időszak, amikor megszólalhatunk, és hirdethetjük az evangéliumot teljesen bátor szívvel. Van még egy nagyon izgalmas dolog, amit ma este meg akartam veletek osztani. Élt egy David Wilkerson nevű lelkész barátunk, aki 1986-ban a következő látomást, vagy következő proféciát érezte a szívében, aki még nem látta, vagy nem olvasta, tényleg bátor szívvel mondom, hogy egész egyszerűen Isten elhív embereket, akik tudnak ö, olyan módon bátorítást adni, hogy még egy rossz helyzetből is a leges-leges legjobbat látják. Következőket mondta. Látok egy világjárványt közeledni, és a bárok és a templomok is bezárnak, és a kormányzatok is. A járvány megbényítja New York városát, és úgy megrázza, mint az előtt soha semmi a járvány rákényszeríti azokat a híveket, akik nem szoktak imádkozni, és radikális imádkozásba és bibliolvasásba kezdenek, és a szószékekről megtérésre fogják az embereket hívni. Ebből fog kiindulni a harmadik nagy ébredés, ami végig söpör Amerikán és az egész világon. Azért bátorkodtam felolvasni ezeket a sorokat, mert úgy gondolom, hogy a szemünk előtt teljesedik be valami, amiben nagyon-nagyon sok rossz van, és tulajdonképpen egy ezred mikronnyi kis semmiség, aminek se neve most el van nevezve, és új szavak jönnek a szótárunkba, de egy vírus nevű semmiség, ami, amit meg se lehet látni. Szimbolikusan talán mutatnám, hogy egy ekkora valami a hatalmas Istenre mutat rá, mégis azáltal, hogy az emberekben a reménytelenség és a bizonytalanság érzés világméreteket öltött. És ez a leges-leges legkisebb dolog mégiscsak valami vagy közvetlen, vagy nagyon-nagyon indirekt és közvetett módon, de rámutat a világmindenség teremtőjére, ki az eget és a földet alkotta. Mert egész egyszerűen nem találunk választ a kérdéseinkre elbizonytalanodtak a legnagyobb hatalmak, elbizonytalanodtak a leggazdagabb emberek, a legnagyobb multicégek, a legnagyobb kormányzók. És mitől vagyunk kereszténként mások? Egész egyszerűen attól, hogy nekünk nem csak az elbizonytalanodás és a reménytelenség az, ami körbejárhatja ezt a régiót, vagy akár most az egész földet, hanem ott van a reménység, és tudunk válaszolni, hogy az a mikronyi valami, nem tud üzenni Istennek, mert Isten sokkal hatalmasabb. Százszor, ezerszer, milliárdszor. De miért van az, hogy pont ezen keresztül most, akkor a mértébe kezdett növekedni a hit a Földön, amilyet én még nem láttam a saját szememmel? És ilyen értelemben azt gondolom, hogy lehetünk bátrak, és kimerhetjük azt mondani, hogy ebben a helyzetben, ebben a kegyelmi időszakban, ami most megadatott az emberiségnek, hívjuk segítségül az ő nevét, mert az van megírva, hogy ha segítségül hívod az ő nevét, akkor üdvözülsz. És ennek a reménység sorozatnak az a célja, hogy nem csak, hogy mi ezekben az órákban oda menjünk hozzá, és megmerjük ragadni a kegyelmet, azt az ajándékot, a szentléket, amit elküld nekünk, hanem egész egyszerűen nyerjünk erőt és bátorságot, hogy az evangélium hirdetve legyen. Amikor megtértem, ez 27 évvel ezelőtt volt, anyukámnak emlékszem, hogy telefonon mondtam el, hogy hát ez történt velem, anyukám, lehet, hogy éppen külföldön utaztam. Azt mondta, hogy hogy beszélhetek én ilyen dolgokról? Hát ezt, ezt a papnak kell elmondani a templomba. És itt van egy kis félreértés, testvérek és barátok, hogy... Nem, ezt nekünk kell, mindannyiunknak elmondani, minden hívőnek kutya kötelessége, hogy az evangéliumot úgy ossza meg, ahogy van. Nem evangelistákat kell várni a Földből, hogy Afrikából vagy valahonnan majd erre sodor a szél, és elmondja nekünk a biztos dolgokat, hanem neked kell ott személyesen megfogni a kis bibliádat, a kis hitedet, azt a mustármagnyit akár, vagy a hegyeket megmozdító, teljesen mindegy, hogy mekkorát, és megosztani az emberekkel az örömhírt papbácsi lehet, hogy nem tudja bekapcsolni az internetet, hogy megossza, lehet, hogy nem tudja azt a dolgot, amire te képes vagy, és nagyon kevés van közöttünk sajnos most, viszont nagyon sok van, akinek a hite most egyszerűen hatalmasan nő ezekben a napokban, akkor százezrek érhetik el, vagy akár milliók Magyarországon az élőistennek az útját ilyen módon. És ha megengeditek, kimegyek a teraszra egy záró gondolatra, szeretnék ehhez is egy kis igeverset felolvasni nektek, zsidókhoz írt levélből, ami egy nagyon megindító versrészlet a Bibliából, zsidók hadból szeretném ezt olvasni. Erősen bátorít minket az Isten, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ez a remény lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova Jézus elsőként bement értünk. Én most kimegyek a teraszra egy pillanatra, remélhetőleg ki tudok jutni valahogy. És hoztam magammal egy horgonyt. Mire jó ez a horgony? Biztos mindenkinek volt már a látóterébe egy ehhez hasonló szerkezet. Ez a horgony egy hajó méretéhez képest általában egy töredéknyi, de mégis képes egy egész hajót megakadályozni abba, hogy a viharban vagy a hullámok között elsodródjon. Én belepróbálom szimbolikus módon hajítani a Dunába, reméljük, hogy sikerülni fog ezt a horgonyt. elérte az alját valahol, ha minden igaz. Előbb vagy utóbb. És szeretném kifejezni ezzel azt, hogy egész egyszerűen a mi reménységünk ebben az egész kicsi tárgyban, az óriási hajóhoz képest el van rejtve. Ebbe a kicsi horgonyba mi belekapaszkodhatunk, bármekkora szél fúj, bármekkora vihar van ahogy énekeljük az Ocean című dalba, hogy elhívtál, hogy vízre lépjek, nélküled elsüllyedek, de a vízem megtalállak téged. Nélküled elsüllyedek. Elérte a Duna alját, valahol beakadt, és bele tudunk kapaszkodni. És nagyon jól tudjuk, hogy ennek a hajónak nagyobb horgonyra van szüksége, és most olyan időket élünk, amikor lehet, hogy úgy érezzük, hogy egy kicsi horgony nem elég semmire. De ha kamerába bele fogunk tudni nézni, fogjuk látni a hajónak az órát, ami a hidak fele mutat, és ott óriási láncokon van egy óriási horgony előre kidobva, ami ezt az egész óriási hajót megfogja. És ez az a horgony úgy gondolom, amivel az életedet bele kell, hogy akazd az élő Istenbe. Lehet, hogy a hajóhoz és a viharhoz képest csak egészen kicsi, de segíteni fog neked abba, hogy belekapaszkodj. És ahogy a zsidó levél mondja, a reménység horgonya lehet Jézus Krisztus a mai estén. És úgy vagyunk itt ebben a nehéz helyzetben, most összekapaszkodva az egész magyar nemzet. Teljes szívünkből hiszünk abba, hogy előbb-utóbb vége van ennek az időszaknak, de azt gondolom, hogy próbáljunk egészen más módon hozzákezdeni a jövőhöz. Próbáljuk újraértékelni a dolgainkat, és próbáljuk a hitünket nagyobbra növelni, hogy ebből mások is nyerjenek, mások is eljuthassanak az üdvösségre, az örömhír teljes ö, átéléséhez. Nagyon köszönöm, hogy részt vesztek ezen az estéken, és szólok most azokhoz, akik úgy vannak ott a képernyők előtt, hogy nem igazán tudtak belekapaszkodni eddig a hitbe, nem igazán ismerték Jézust, hogy merjenek ma este bátran dönteni. Be fogunk vetíteni majd egy filmet azok számára, akik a hitben járatlanok, és keresik az utat, keresik az urat. A alfakurzust fogunk indítani április 30-án. Ezen részt lehet venni online módon, és 8-10 héten keresztül a hit lépéseiben segítséget fogunk tudni nyújtani számotokra. Az a célunk ezekkel a reménységestékkel, hogy ez a folyó, hogy a Dunait áramlik, elérje az egész magyar nemzetet, és formálódjon a szívünk. Teljesen mindegy, hogy melyik felekezetből vagy ott most a képernyő előtt. Az Isten szeretete kiárad rád. És meg tudod fogni szimbolikus módon a másik felekezett kezét is, akit lehet, hogy nem igazán ismertél, vagy láttad, de hidd el, hogy nagyon sok jó van a másikban. Dicsőítünk téged, názereti Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy úr vagy mindenkor, köszönjük, hogy horgony vagy, amivel belekapaszkodhatunk a te élő szent lelkedbe, hogy az életünk minden kérdés, kérdésére válasz vagy dicsőítünk téged ezen az estén, köszönjük, hogy Szentlélek, te jelen vagy, és az otthonokba kiáradsz, hogy megérinted a szíveket. Különösen köszönöm, hogy megérintesz most olyan embereket is, akik egyáltalán nem voltak még hitben jártasak, és el se hitték, hogy te létezel. Kérlek, hogy ahogy bekopoghatunk egy ajtón, te úgy kopog be az ő szívük ajtaján, lép be hozzájuk, és vegyél lakozást náluk, és hogy tudjanak növekedni a hitben, tudjanak növekedni a reményben, és tudjanak növekedni a szeretetben. Dicsőítünk és áldunk téged, Jézus. Amen.